megtettem azért, hogy miért van egy fészka. Mindent megtettem azért, hogy esetleg Rocket League-be, de hát nem az én játékom, maradjunk ennyibe. Maradjunk ennyibe. Na jó van, eljött az idő. Elindul a háború, most még leegyeztetem Trabiékkal, hogy most mi legyen, mert most volt egy ilyen globális 5ML problem, ami gyakorlatilag azt foglalja magába, hogy... Bocsánat, csak váltogatom a zenéket. Gyakorlatilag azt foglalja magába, hogy ugye elfoglaltuk a tanyát, elfoglaltuk Sandyt, gyakorlatilag már az egész vidék a miénk, de most rámegyünk az utolsó pontjára a vidéknek, ami Paletto Bay. És hát valószínűleg a serifek ezt nem fogják hagyni, úgyhogy teljes felkészültséggel fogunk menni. Most az alatt, hogy teljes felkészültség, hát az a baj, még várom a válasz, hogy mit írt Rabi, mert én nem akarom megizélni, amíg nem ír vissza. Most szétlőttek paintball, engem is hívtak paintballozni amúgy jövő péntekre, de Kecskeméten leszünk ugye, meg életemben nem paintballoztam még egyébként, szóval én nagyon kíváncsi, jó a paintballozás, vagy chat, mit mondtak? Jaj, bocsánat. Jó. Cső, Danika, csá! Kecskemétre megyünk persze, hát easy-ékhez. Várj, tegnap elvette a helyimet a sok duti. Vissza lehet nézni a streamet, és utána lehet csak addolós adminnak hívni. Elvette a helyimet a dutizás, amikor pedeket nézegettünk. Nem tudok írni. Plusz egy Kovács Norbi. Csak az Airsoft? Mert is az IRL-izé? IRL elszoftozás? Mi ezen a hétvégén megy? Na jó szórakozás nektek. Sziasztok, jelentkezés utolsó szakaszára vagy, amit beszélt és adminak a 6 óra van a köbö. Meddig érdemes várnom? Figyelj, akkor érdemes várni, hogyha van bent valaki meghallgatóba. Kihasználja az admin jogát? Hát ez így van, mindig kihasználom. Hát értitek. Amúgy modder vagyok, amis admin. Tudom, nem veszitek egyet, hogy admin vagyok, ne haragudjatok. Az fix, hogy a 5M-et nem halljuk valamiért. Hú, amúgy valamit nagyon elbaszoltott a hanggal amúgy. Olcsi, nem tudom, miket álligattál, de vágod, sőt, egy órán keresztül kellett fixálgatnom a hangot a gépen, mire lett mindennek hangja, és a 5M-nek még így sincs hangja. Én nem tudom, mit csinált Olcsi itt a hanggal a gépen, az a baj, alapból nagyon elbaszott volt, mert mintha nagyon összerakott volt a hang a gépemen, és nagyon kis apróságokkal át lehetett állítani mindent. Hopp, már tudom is, mi a baj. Aha. Viszont ez kell egy 5M-resit, szóval gyorsalunk egy 5M-resit. Egy pillantást kérek, emberkék. Na. De igen, mondjuk a Szeró még mindig nem túl sok embert engedett be, szóval meglátjuk, hogy egyáltalán mi lesz ebből. Make it rain. Mekkora muzsikák pörögnek, ahogy arra nézzetek. Csáosztahoz, csőcső, megy, szia, sós hab. Hello mindenkinek. Ja, és hát azt nem is mondtam amúgy, nem is mondtam még, és tegnap mondtam azt hiszem, de ma még nem. Hogy akkora dolgok indulnak be a jövő héttől, csak hogy ketté fog állni a szemetek. Úgyhogy nagyon komoly lesz, vagy csak az, hogy nem adhatok semmi mást róla, de ja. Nem már, el kell tolni itt a dolgokat, lehet el kell tolni a dolgokat, az a baj. Annak nagyon nem örülök. Meglátjuk, mi lesz egyelőre chat, mert most easy írt, hogy rotty. Meglátjuk, mi lesz. Se van hangja a játéknak? Most se van. Csak halk nagyon.
Raid Shadow Legends szeretnéd, hogy legyen? Igen? Igen? Mi a fasz? Ki akar Raid Shadow Legends-t? Jó, nyilván legkomolyabb játék, de nem, senki nem akar. Senki nem akar Raid Shadow Legends-t. Nyilván, ha... Amúgy a TS is jó elvileg, jajaja. Megcsinálta, hogy innen csak átlettek állítva különböző helyeken a dolgok, aztán vissza kellett őket állítanom. Cháheti, cső! Tiszteletem, jó napot! Tiszteletem. Minden jó, hallanak az urak? Így igaz, te hihetesen. Aztán utána, már elkaptuk őket. Igen? Azt mondom, kérdeztem, hogy hol van a pénzem. Azt mondja, azt már berakta a bankba. Mondom, az komoly. Aztán, és a heavy... Szia, szia Csoki, mi a helyzet veled? Mi a helyzet veled? Te feljutsz a szerverre? Mi a helyzet itt, urak? Hello? 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 Hallasz? Nem basszok, hát a három ember azt mondta, hogy hallak, most én, hogyha nem hallatok, akkor zsír van a fületekbe, ti köcsögök. Látom száját, hogy beszél, és nem halljuk. Nagyon robot vagy. Egyet hallunk. Halló? Én nem hallom. Én hallom, csak én akadozom. Mozgott a száj, és ezért. A nyelvét ilyen pergető. Mika, már így. Halló? Doni. Doni. Hallod, hallasz? Hallom. Ugyan robotos hangja van? Mi robotos hangom van? Basszus robotos hang. Legalább. Hát egy robot. Jó, nem csak vicceltem, nem robotos. Nem is értem. Nem robotos. Hoppá, Davy, ezt megérre váltad. Ezt megbízom. Igen, ezt Davy találtak egyébként. Ki az, aki nincs itt amúgy? Adopt. Adopt? Hát jó, de nem is lesz. A Mundo se lesz. Mundo, Shaf, Chakalati. Joe. Joe Itton. Joe az ott van, hogy az ajtót. Ott. Ja, ott. Akkor ott a Joe. Alka játék, megoldjuk. Georgie. Jojo. Négyen irányoznak. 11-en kell, hogy legyünk. Ja, meg Csoki. Csoki, Mundo, Adopt és Georgie. Ez a négy. Oké. De. És mi ez itt a, izé? Fúrós set? Aha. Nem, az gyári set. Gyáris. Ebbe kéne menni majd valahova, szóljátok ma? Az izőt. Aha. Kit? Kis razzia intéző Erik urat, ugye? Razzia intéző? Aha, adja ki a razziákat. Ki az, aki így csak ki az razziákat? Nem, ez nem. Hát valami önkormányzatos, nem tudom, milyen ember. Hát ő nem lát bele mindenbe, ez hülyeség szerintem. Elkaptuk, meg kérdeztük. Halk a játék, már nem halált halk. Aztán mondta, hogy aki tüzet ránk, egy kibaszott nagy razzia. Wow. De csak azért, mert Tatu megkérte. Még így is halk? Mert kiraboltunk egy nemzeti bankot. Hogy lehet? Ja. Jó, szerintem el kell törni a nyakát. Törjük el a nyakát, én is azt javaslom. Na itt van valaki. Hogy lehet halk a játék még mindig? Még a végén nagy lelőjét valakit. Amúgy tudom mi a baj, tudom mi a baj. Tisztelet, jó napot. Tiszteltem. Tudom mi a baj. Tehát, hogy ott most 11-en vagyunk talán. Meg fog sérülni valaki. Igen. Bocsánat akkor. Olcsi, nem tudom miket állígattál ezen a gépen, de nagyon vad. De hajtom egy jó is. Ja, bocsánat. Ah! Passzus, ez egy ágyó volt. Tizen vagyunk, hát itt van Joe mellett. Joe itt van mellett. Na, hajtok, én még teszelgetek kicsit. Mert még ki van itt? Tudom, hogy nem csak a lövés halk, de a többiek nem halkak, csak a játék, tudom, de hát most megpróbálom megoldani, álligatom a dolgokat amúgy. Nincs lehúzva a fület, ha le lenne húzva a fülesnek, akkor semmit se számítaná, tehát a fülesnek az izéje az nem befolyásolja azt, hogy ti milyen hangerő halljátok. Ez jó hangos, mi? Elvég a 5M is ilyen hangos kéne legyen. De valahogy meg nem. Nem értem. De hogyan? Megvan. Az lesz az. Most már jobb, ugye?
nem hallak, hello. Ja, jó, hello. Nincs térem. Ja. Fontos, olyan sisakat vegyem fel mindenki, amint Davin van, azt a típust. Meg rajtam, meg Dokin. Ja, meg Dokin. Intézem. Mert két golyór bír ki. Igen. Kai-nak is már csináltunk ilyet. Hát jobbik esetben bír ki hármat. Nagyon van, akkor menjünk. Ha most ezt tudtam volna, akkor nem. Akkor arra már ezt a fúrósat úgy csinálom. Na, ott a akkor mindenki az izéset csinálja meg, ezt a izéset, katonai mintását, nem? Az menő. Ez nagyon komoly. Van. Mutatom chat, oda nézzetek. Oda néz! Az figyeld! A fúrószet. Jaj. Tiszteltem, jó napot. Dani nagyon komolyan néz ki, öreg. Na! Ne, így már gyilkoljátok már. Neki ment egy falnak. Megnézzük. Mi a fasz? Ki ez a szám, és miért ívagat ennyit? Hol vagy? Ja, ez a kis önkormányzatos arc, nem? Az, igen. Na várjunk. Eszméletlen. Kicsoda? Krisztin. Mekkora hülyék vagytok, hogy eszméletlen? Úgyhogy mentünk, azt a híd korlátjának neki ment ez a vadállat. Fogyatékos? Ő vezet. Mi is értem. Atya, várj. Atya nem mer. Akkor futok. Doni a teknős, hogy mi történik? Á, nem, ez Doninak nézek, ez a kaméleon ruhája. Konkrétan bebújik így a bokorba, fel se ismered. Az a fallenes kibaszott nagy kolor a hátán, az felismerhetetlenné teszi. Mondjuk, amúgy szemből tényleg nem vennéd észre, de hátulról lehet. Ez gyakorlatilag a bevetési ruhája. Reg Doninak. Na most mi lesz? Na nem tudom, mi lesz az a baj. Most annyi a lényeg chat, hogy ma indul el a háború. Csak a szerver, vagy a 5M, magam sem tudom melyik, szarakodott, és rengeteg embert nem engedett fel. Ezért a háborúval egy pici... Hát, ha is mondjam, problémák akadtak, mivel a létszám nem annyira van meg egyik csapatnál se. Mi amúgy majdnem megvagyunk annyian, amennyien meg kell legyünk, mert igazából most is 13-an lettünk volna és 11-en vagyunk. Szóval, ja, viszont a sheriffeknél vannak komoly problémák, ott nagyon sok ember nem enged fel. Doni hány éves? Na várj! Doni született 1978-ban. Nem értem, miért igen öreg. Mi azt jelenti, hogy nagyon sok várvár itt. 20. Ah! Tony, te öreg szar! 43 éves vagy 42, hát attól függ, hogy még csak nem. Mit szeretne a rendőr? Még csak 42, ja. Még csak 42, mert október végén született. El kellett gondolkodni, amikor van Doni születési dátumban. Hogy nem emlékeznék Zero Fighter, hogy nem emlékeznék? Megnézzük, mit írt vissza. Trabby. Tetszett a Rocket League? Örülök neki, öreg. Remélem, hogy összetőle tovább. Hát a vágás azért voltak be a videónál, de... Igen. Remélem, azért tetszett mindenkinek. Micsoda? Dodja a lobby Y, hogy kiket ne engedjen be. Nos, még egyszer ez Matt. Kérlek szépen, legyél olyan kedves, hogy írd le ezt még egyszer.
Cserivik is meg annak 13-an, hát ne szertem, ki mer SMS-ezni. Tiszteltem, Caleb vagyok az oktopuákoktól. Ez a beszéd, végre már saját magukat is oktopuákoknak hívják. Ez kicsoda, ó, ez veszett vókus veszélyes vadállatság. 30 perc a esedéke, ó, ez igen. Tehát ugye razziázni fognak minket, de gyakorlatilag meg nem is tudják, hogy mi lesz, mi jön rájuk. Ez itt a 44 arany, 44 gyémánt. Mennyien egy nemzetiből? Miért nem mentek ti razziázni ők? Hát majd meglátod mi lesz, mondom én, várd ki türelemmel. Nyugi, nyugi, hogy is van az a mondásod? A türelem rózsát terem. Ennyit mondok nektek. Még jelenleg én csak várni tudok, hiszen egyelőre még én sem tudom, hogy most mi lesz pontosan és hogyan és mikor. Úgyhogy egyelőre várás van. Türelem akciót terem, így is van. Na aztán, ha mindenki beöltözött itt az akciószerben az új sisakkal, akkor lövedékállókat fel és így gyülekező a klubház előtt. Szevasztek is köcsög! Van egy rossz hírem. A mai napon eljött a végítélet napja a serifek számára. A sas ma leszáll, a fallen madara leszáll Palettó bére, és átveszük az egészet. Kitúrunk titeket a büdös kis városkátokba, vagy faluba, vagy mi az. És soha többet ne fog létezni serifség, ezt most megmondom neked. Persze, persze. Várjátok, megkérdezem a többieket, mit is üzenünk? Na mit bassza meg? Na a Roblox üzeni, hogy ne untassál a hülye dumáddal, mert szétesz klopfóval az agyad. Hát felsőt emelni egy kloffolót. Milyen kloffoló? Hát felsőt tud emelni egy kloffolót. 50-es a karja. Hát amúgy jaj, meg nem a motorot, csak úgy mondom. Az enyém? Ilyed. A garázsban van. Hát igen, ott lett leugyozva. Ja igen, akkor jó van. Akkor bazd meg! Bazd meg te! Csá! Van egy jobb sisak, amúgy azt akarom ezzel a szettel, csak ki kell menni egy kis kassa manic. Szia, Mark, szia, Sárki, csőcső. Oh, hello, hallom, nagy a szánk, Doni. Figyelj csak, annyit mondok neked, hogy mindig egyen jobban baszold meg, mint mi. Ne, te meg kettővel jobban. Bazd meg! Ha. Most hát telefonba akartam ergélni. Voltál már Easy-nél? Hogy érted? Keskemény héten még nem? Jövő héten megyünk elvileg. Bocsánat, csak nem aludtam túl sokat, mert... reggel hétkor keltem. Ki vette ki a Donis motort az izébe garázsból? Ja, már egy motor kín van. Megvan. Mi lesz a mai terve? Benne van a címben, a cím mindent elárul. Viszont azért egy ilyen címhez... ilyen címhez tudjátok mi illik azért. A legikonikusabb, hangulatosabb zené a csatornán. Ennél jobb nem is lehetne. Csokolom. What we deserve. Hogy lehet nem éneklek, mert ez csak elrondja az egészet, nem?
Én vettem ki a madarama, mondjuk ezt nem is rém lett. Vagyis hát rém lett félig. Rövid távú memóriám szörnyű. Így jó a zene hangereje, mert lehet, hogy most a... Ajajaj. Mi? Mi van? Mi történik itt izéli ruhabornál? Hol? Itt futott vagy 15 ember egy autóba. Hát előbb egy Raptor utána fordulok, szerintem valami után. Raptor nem tud vezetni. Só... miért vezet... miért adjuk sót vezetni amúgy? Ez Raj volt! Raj vezeti a Post Focust. Lehet be kéne nyomni a felvételt amúgy. Nem az a legjobb sisak amúgy, talán. Ez ez nagyon én vagyok, te jó ég, Jesus Christ! Donnie akcióba lendül. Let's go! Pörgessük meg! Lesz most itt valami az kövi 5 perc, ami annyira fog nektek tetszeni, srácok. Szerintem le fogjátok dobni a kalapotokat. Ha meg nincs egy kalapotok, vesztek egyet, hogy le tudjátok dobni. Tehát ez ennyire komoly lesz. Mindenki a klubhász előtt már beöltözve, hogy kértem? Nem, Riffóval ütköztük és nem akar fizetni. De Pit, miért mondod el? Te köcsög! Most de nem is értem, Pit, elbaszta az egészet, mert megint izé vége a fal lennek. Nem hiszem most már el amúgy. Minden héten! Üdv néktek! Üdv uram! Üdv! Harcra készen! Nem, ezt felejtsük csak el! Jó, Murphy, csak azért, mert te vagy! Tényleg? Maradhat a faszamat, se érdekli! Meg miért nem a lejé? A sötét még az abarikítani fogsz a tetőkön, de... Jó, majd akkor jelent venni. Vagy kell lesz vissza ide 5 percen belül minimum? Inkább adok. Nem, mert egy darabban is... De a 20-at adok, mert tele vagyok, bátya. Igen. Mi a kedvenc számod? 482. Tessék. Köszönöm szépen. Csak majd lesz egy ideig. Többiek hol vannak? Még öltözködnek. Atya, miért nincs rajtad a set? Miért nincs rajtadok a set? De hogy mindenkinek ez kell. Hát, ja. Mondja, hogy legyünk egyedie. Ja. Falkoláv. Kránát teszem. Bazd meg. Kevlárt vedd le. Már levette szerintem. Túrúrú, de ej! Köszönöm szépen óra támogatását, 3 hónapja, azt a legénység rúszor a falkása módon. Mehetnek a Hypersek, szabak mutassak meg, mennyikor erőtök van, gyerünk, minden szabak itt van, és nem ilyen Hypers, ez egy köcsög. Bocs, támogattuk, de amúgy hónapok óta, de hát ez így van, hogyha nem írjátok be. Mondjuk lehet, hogy ezért kéne hozni hevét, nem? Kellenek tárok, várja. Én kombattal jövök, hogy ez az baj. Nyugi, a hátúra még előtt elmondom itt a nagy izét. A dolgokat, majd utána mindenki pakolja a tárolóba, mint ki kell pakolni. Majd elmondom. Léci, addig ne vegyetek is semmit, majd ott egyszer elmondok mindent. Okay. Az gond, mamat vét. Gyere, Kavics, még elugrunk gyorsan. Akkor valamit kivettetek, és ilyen jó löverékel, hogy nyilván kell meg tárak, de más ne. Kötszert vettünk ki, meg táskát. Ah, jó. Az a táska az minek?
Abban van a lövedék. Lőszer, mert minden. Ja. Nemből kell egy tartalék. Pizzos? Hát igen, igen. Nem fér be a sovább alagúj valló, meg ennyi minden, meg a sok tár. Többiek, hogy jártok? Itten ki van, aki nem tudnék feljönni amúgy? Köszi szépen, Vilóza a százal, Dixoszi, oda néz, pipások csírelnek nekem. De jó ég, mert fel is állt konkrétan. Csoki, csoki, van jön szerintem. Tényleg vége a falnak, persze? Mennyire szabad megbujkálni? Mit jelent? De. Kint a bokrokba elbújni, hátba. Figyelj, egyelőre még meglátjuk mi lesz. Köszi szépen, Nosferatom neked is a százalba, csak azért most jöttem menni zsarivek. De most komolyan csírvem gézzel. De most jött az info. Mennek zsarivnek. Miért? Miért fel a láboljam? Úristen, milyen fénye van. Te jó, látjátok milyen fénye van a motorunknak? Egyszer megvakulok. Tudjuk, igen. Tudjuk, ez a nagy taktika este a razziánál. Kivakítjuk őket? Megyek, elmondom a számokat. Oké, kezd. Még mindenki átrőjel a tárolóhoz. Még ne vegyetek is semmit, majd ha mondom csak akkor. Kiveszek egy izét. Tegyünk Csokinek, összerakjuk a szettet. Ez Kavics, hogy virít a bajszod. Igen? Aha. Hát jó az. Még nem annyira, mint én szedtem, de mindegy. Szevasz, Dodosz, köszi a DS 6-at! Falka, hello! Majd kivegyek egy izét. És tárad. Azt még én is vezek ki. Darab sincs. Megvárjuk mindenki, de bejelentem a nagy híreket utána. Lett egy új barátom, képzeljétek, Zosnyatyov. Vladimir Zosnyatyov, Oroszországból. Egész jó arc. Orosz kurvákat hozott fel a lakása, persze. No, ez jó hangzik. Hú, az jó hangzik. Na, persze, de valami más is intéztünk vele. Drogokkal? Kislányok? Á, persze, minden volt. Kislányok nem. Atya? Atya, te a kisfiúkat szereted? De, én csak kérdeztem, most nem kell mutogatni. Kérdezi lehet, hogy? Azt hittem, hogy elromlottál. Én mindig romlott voltam. Legidősebb Csoki, legfiatalabb a Lengszem, hogy... Romlottam, nem is lehet. Uci. Most közel rém. Kalács. Mi? Siessetek le, Ici, haza! Megihlettél egy versre, olyan szép. Megszűnünk, csak Csokinak köszönöm rakni a szettet. De hol a több? Ennyien leszünk? 2, 3? 11. Az hol a többi akkor? Só, Triszti, Ray! Mindjárt megyünk, csak Riffot. Egy percetek van ide érni. Jó. Beöltözve. Már be vagyunk. Akkor haladjál. 58. 57. 56. 54. 30. 29. Ah, nem visszafelé számolni, nem? Akkor egy. Egy és... Kavics, hány ér? 16? És egy egész másodpercet számolsz. Tudtad? Nem. Jó, mert én sem.
Csak ilyen nyers 32? Azt hiszem, 32 vagy 33. Nem tudom, de ha jól emlékszik, nem sokára van a szülinapja, nyáron van a szülinapja szerintem. Na bassza meg. Na először akkor, első kérés, tegye le mindenki a... Nem, még nem mondok, várja. Lövedékálló van mindenkinél? Igen. Tehát vegyetek fel egy lövedékállót, és tudod, vegyetek még egyet ki, és tegyétek be a táskátokba. Már megvan. Megtörtént. Én tisztelő kokó vagyok, úgyhogy elég. Te egy kokót is hoztunk, hogy nem baj. Felveszek én is egy táskát, akkor belerakom a lövedékállót. Kötször is kéne mondjuk. Erősebbek leszünk, mint a nemzeti banknak a fala. Hábászeg, ez egy... Valakinél nincsen plusz kokain amúgy. Várjál, ki fogja a házamból, mit tudom hozni esetleg. Ki fogja az orromat, és oda van most kettő perből. Résó, letelik az időtök. Leszarom rifót. Jó, Mike, itt vagyunk 100 méter. Barátom a lövedékálló. Csak belőle valamiért nem tudom fel. Alex, hány éves? 13-4? Hát igen, csak levenni se. Már úgy öltöztél át. Hogyha rajtad van, akkor meg hatás is rajtad van elvelük. Erre kíváncsi leszek! Húú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 ú
nyújtoztattam, te jó ég. Most indultunk vissza a közeli ruhaboltba. 50 méter. Ez a beszél. Álljunk fel egy sorba, akkor mindenki. Már csak 40. Jaj! Jó sor. Most nem akartam. Nem is éreztem. 20. Hol, veled szembe vagy veled? Velem szembe. 15. Rúzsaszni, mert nem áll. Tisztelet! Tisztelt! 12. Hoppá. Shaft, gyorsan vedd fel azt a ruhát, amiben akcióztunk a konvoj támadásnál. Vegyél fel hozzá egy sisakot, ami itt kégolyót fog le, és gyere ide hátra gyorsan. Sorfalba. Már csak 10 méter. A sisak a raktárnál. 10 perc ötlet. Nem kell mindenki ide, a sorba nekem. Ki az az izé, Langi? Kovácsok Csoki, Rang, Davy-re várunk? Itt vagyunk. Ja, kell a tartás javít. Sapra. Shaftra? Jó, nem várunk Shaftra tovább. Majd jön. Na! Első! Mindenki tegye le a pisztolyát! Rájtok vissza a sorba! Nincs is nálam. Azt mondjuk nem tudom, hogy... Az a jó. Az egy... Megszekkel egy szabályt. Kérlek. Ellopták tőled. A, ja tényleg. A rifó. Kellett neked. Ja nem, tényleg lepakolták rólam valamit. Tegnap alatt. Utána vegyetek ki egy ilyet esztimportát a Maraszországból! Mi? Oh, mindenit. Elég komoly! Mi a faszom? Jézus, honma. Várj, ezek nem tudom. Ezt nem a németek gyártják. Hát nem, te maraszoktól szereztem. Vladimir adta őket. Oda vigyel! Ez olyan nagy, hogy már nem is látom. Ajajaj. Na csumi. Táskátokba pak... Nem lőném ki belőle a lőszer, mert nagyon könnyen fogy. Táskátokba töltsétek be mindannyian. 5 tárat minimum. Azt a rohadt. Vár, azért tesztelni kell egyet. Ha! Jajjaj. Ez valakinek nagyon rossz világ lesz. Hát úgy érzem, ebből láb lesz. Láb. Dehogy lesz. Dehogy is, ezzel pöcsögtetik a fejét. Ja? Mondanék pár dolgot, a lövöldözés lesz, kibaszott buzis lábon lőni valakit, aztán széttúrni a földön. Ki azt csinálja? A klub buzia lesz holnaptól. És minden nap le kell szopnia mindenkit. Na, megy is a láblövés. Kalász minden nap azt csinálja amúgy. Na, bassza meg. Még megvárjuk Shaftot. De aztán burítókkal megyünk, mert a motorral nem tudom, az így jobb lenne. Nem tudom, van egy ilyen flashbackem, menő kinyitni egy ilyen nagy fegyóval átolját egy burítónak, azt onnan durraktatni. És hova megyünk? Befoglaljuk a favágó telepet, meg egész paletót. De jó. Fallen Bay.
Azaz. Ú, de komolyan nézünk ki. Kivéve Kalács, de hát ez rész a kérdés. Azt hülyed. Majd mindent elmondok erről, csat, nyugi. Majd mindent elmondok erről. Még megveri Shaftot. Shaft, hogy állsz? 2 perc. Akkor jó. Amúgy nem tudom, én a helyetekben ugyanazt a szint venném fel, mi mindenki más, mert nem lesz jó, meg kell kérdezni, az most mi vagyunk? Bár a Sheriffen annyi elmasait a ruhája ránk. Ez csak meg is megint. Lövöldözés alakul ki, de nem tudom, volt már ilyen baj egyszer, amikor ugyanilyen színek volt, amit a Parabellum, azt egymást lőttük meg ők is egymást. Oh my god, so epic music. Ja, meg fontos, törekedjünk arra tényleg, hogyha lövöldés alakulna ki az egész valami, elég valószínű, hogy beimportálunk orosz nagy puskákat. Hát próbáljuk meg minél hosszabban kitartani a táját, mert valószínűleg 3-szor annyian leszek, mint mi, aztán be kéne védenünk úgy, hogy ne 2 perc alatt vegyék vissza. Ha befoglaljuk Palettót, akkor jó kéne befoglalni. Plusz vinni kéne pár Sanchez-t. 2-3-4-et valaki meg bevállalja, és azokat elrejteni oda az alagútba, hogyha mondjuk nagy a baj, akkor el tudjuk menni vele 8-an, értitek, az úgy már nem rossz. Valakinek kéne hozni 4 Sanchez Manchest, kivállalja. Viszek egyet. Mi, hova megy? Én is. Hát a favágó telepre. Ja. Az lesz a probléma, hogy szerintem nem lesz annyi épp Sanchezünk. Ja. Ha valamilyen motorunk csak, hát nézzük meg akkor. Hát vonuljunk. Ha másik, akkor visszük azt a 2 Ranchert, vagy milyen nevét, hisz a Might-ot. Abba is beférnek ketten-ketten. Azt a kurva, de komolyan nézünk ki. Hát mondjuk egy ilyen KTM se lehet rossz. Az se? Bogi, köszi a BDS 9-et, köszi szépen Bogi. A 9. hónapot, közös gyermek. Megyek el, mosolygó arc. Azt nem mondta, hogy ott ragad. De jaja. Az gond. Odébb kell lökni. Fel kell rúgni, aztán arrébb lehet tolni. Ja úgy. Jó, már jó. A burítókat vegyük ki mindenek előtt. Az egy év Sanchez, nem? Három burító, elég a többi Sanchez. Nosferatu, mert... Nem tudom, kaptál te jó, de nem akkor, meg nem értem, miért nem kaptál te jó. Az, akkor töltsük fel itt a kocsikat. Nosferatu, köszi a subgiftet az elsőt udvarinak. Hát, füstöl az összes Sanchez. Az összes? Eddig 2, igen. 3. Szóval a prospekt, akinek szerelnie kéne. Nincs prospekt. Nincs prospektünk. Na, bassz meg. Oh. De nincs is vezető. Fólella ura, köszönjük a T1-es. Mi nincsen Joe? Nincs sofőr a középsőben. Nincs sofőr a középsőben. Tűztölel. Kéne valaki akkor. Tisztelt, Shaft, hol vagy? Itt vagyok pár kocsiba, hosszán. Van nád orosz gép puska? Van. Akkor nagyon jó, pisztolyt senki nem hoz magával, ugye? Nem. Akkor jó, ne is hozzatok. Osszátok be a lövedéket. Kiül itt hátul. Én. Itt kívül? Én. Titok. Én. Nem mondom meg. Félök. Én. Félök. I'm not afraid. Találtam egyet, ami kép, de nincs benne benzin.
Jó, akkor lesz, akkor nem viszünk Sanchez-t. Kibírjuk. Akkor ezt az egyet se hozzam? Szerintem ne. Jó, akkor elrakom. Beülök valamelyik burítómba. Hozzak még egy burítót. Hiszen kettem, nem is pont annyi hely van. Ja, ez nem kell még egy borító. Már befejeztem. Egyetek, egyetek. Így van. Mindenki van elég kaja, meg pia? Ja. Csoki, ja. Csoki, ja. Csoki, ja. 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 Nagyítsuk meg Fallen Shores teritoriumát. Paletto is a miénk lesz, Fallen Bay. Minden a miénk lesz, a tanya már a miénk. Sandy is a miénk. Már csak Paletto van hátra. Na ja. Az utolsó ember beszállna? Hát ő nem akar beszállni. Nincs a jelvileg. De. Jó van. Na akkor ilyen. Kövessük az első borítót, majd megyek előre. Én nem ide valós vagyok, én ide csak ő jár. Mekkora muzsika. Nyolcvannégyen megyek elől. Epic battle music, oh my god. Balra majd felkanyarodunk. Fogadjunk sokszor, amúgy. Halló, Jackson, nyugodj már le. Miről beszél, uram? Ó, valaki ütközött. Hogyan? Sehogyan. Saft vezet, aztán... Elmegyünk minden sziklára. Azt mondta, hogy fogadjunk, hogy nem mered megborítani. Ezt megborított az autót, sok. Megy itt és azt mondta, fogd meg a csöröt. Jó, ma találunk ott ilyen kis munkásnak, hogy ott elkezd zavarni gyorsan. Hát... simurás meg... Hogy elfogni. Fasok talán. Hogy elfogni, el is foghatjuk. Meg a kocsijuk az jó fedezék lehetne. Az igen. Ja, óvatosan. Azt hittem, még az utat is benőtte a fülem. Na látszik, hogy nem gondozzák ezek a köcsök paletóiak. Ezért kéne átvennünk. Üres. Meg könnyebben. Mondom, mi a taktika. Álljuk el az összes bejáratát itt a favágóságnak. Igabis az ilyen hidakat, meg ilyeneket a borítókkal. Vagyis nagyjából úgy, hogy értitek. Akkor bejöttünk a hidon. Igen, ott is, ott is. Ja. Mi elállunk ide a szembe lévőre. Láttam, ezt kellett hozni, ne? Jó, az így. Zárjuk is be. Van komédiás ismerőse valakinek? Kinyisan ki tudna írni egy hirdetést? Lehet felmenni a tetőkre? Ja, helyezkedjen el mindenki. Akkor lehet, hogy csak mindenképp egy területen menjünk. Hát, ahol jó. Ahol hasznos tudsz lenni, hogyha lövöldözés alakul ki. Ősi ter. Tehát, hogy legyünk nagyon sokan. Viszont figyeljetek,
Mert ha felmásznak a hegyre, meg ötletek le tudnak lőni a tetőről. Emlékeztek, amikor Bloodzal lövöldöztünk itt? Na hát most adunk az ottani hibáinkba. Hát én nem tudom, mi volt, én nem voltam még. Ahogy nézem, ez nem viszel annyira messzire ez a fegyver. Körülbelül egy mit is ezt tudnám hasonlítani. Vigyázzatok! Az gond. Viszont lent is legyünk, mert ha nem vagyunk lent, akkor bejönnek alánk, aztán flash-ek repülnek fel a tetőre. Hát igen. Vagyok nem. Csak a bejáratba. Fehér akkor az mi? Munkás. Hol van fehér autó? Jaj, most jön a fajutat. Ja, most jön le. Megkaraszfalt. Hú, az olyan jó lehet jött. Még. Rálövök. Nem. Rálövök. Nem. Lőjél. Később már megtettem. Kilóg a fejem? Meg fog állni a hídon. Aha, oh shit, ez nem jó akkor. Ez csapda. Megállt a hídon. Hát a hídon. Ne rakjunk már sub módot. Viszont rak sub módot. Ki fogja kerülni, ez bejön úgy. Gemgézik a sperma, aztán kész, meg a lalga. Elment. Mai nap külön akció van nektek, chat, aki ma MG-zik, az külön permaband kaphat, de jó. Amúgy ki hol van? Tető. Mindenki, mert... Kint vagyok az egyes borítónál. Én itt vagyok fönn egy ilyen szalagon, itt mindent belátok. Kivéve a hátulját, mondom, ott van egy a kerítés, meg ott van egy kibaszott nagy hegy mögöttetek, látjátok? Van az a hegy ott, de az egész mögött. Ott, oda fixen valaki fel fog menni, és onnan belátnak mindenkit, aki értettem, azt nagyon le kell tartani. Plusz fejednek, mögétek, minden ilyesmi. Mi legyenek a munkásokkal? Lőj rá! Hátra tesz egy bejelentést. Várjátok, Mire lőnk? Álmás. Ha 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 ha, de kis kocsak, a fatelep is, amilyenk a munkások, már többet nem teszik be ide a lábukat. Paletto B érkezik. Átvettük a sereg utolsó kiemelt pontját. Nem gondoltam, hogy ilyen hülye vagy. El akartam kérdezni, hogy hol vagy, de te még magadtól is elmondtad, baszki. Ha ha ha, jól bevettük, na? Mi lesz még ilyenkor, nagy sheriff? Közeleg a vég, a sas felszállt. Felszállt a sas, várjuk felszállt. A sast akkor. A sas... Szerintem jönnek, azt kiabált, hogy a sas felszállt. Bár nem tudom, hogy diplomatikus úton kéne megközelíteni, vagy nem, de szerintem a nem a helyes válasz. Valaki még lent áll egyedül, tehát azt engedjük már el, tapsikálás, bazd meg. Mindjárt jönnek a sheriffek, és szarra leszel lőve, menj már a helyedre, bazd meg! Köszönöm. Van nálam Xanax, figyelj, tehát... Ja nem, nyugodt vagyok, bazzeg, de idióta. Csak közölte vele, hogy érted, tehát aztán kómába kerül, mert kretén volt, ez most... Ember. Ha meg akarjuk nyerni Palettót, mindenkire szükségünk van. De ott tapsikol az idióta, akkor nem leszünk előrébb bele. Nem jönne a PD, csak serifek jönnek, vagy ez hogy lesz? Majd kiderül. Valószínűleg csak a kilógok alul amúgy? Serűbséghez tartozik ez a terület. Kilógok alul amúgy? Aki itt van alattam, haló, ki van itt alattam, ugorjon egyet? Igen, figyelj, nézz ide föl, aha, itt vagyok fönn ezen a rácson. Ki? Én itt fölötte, nézd. Lőttem egyet, itt. Jobbra. Látsz? Nem? De én, aki itt vagyok, itt én. Aki céloz egy kibaszott tizé alatt. Igen, tálszín az, tálszín. Fölötted vagyok 1-1, látsz? Itt rádiózok. Hello. Hello. Ja, látom. Igen, és nézd fel a csövekre, lefekszek a csövekre. Kilóg alul valamim? Kilóg a hasad. Basz meg, az nem jó. Az nem. Az gond akkor. A nagy kémény annyira lenne jó pozíció amúgy. A nagy kémény amúgy az nem rossz infózásra, de a lőni nagyon necces lesz szerintem. Akkor felmegyek akkor. Jó, de arra számíts, hogy lehet egy repülő drón fog felrobbantani, vagy rádugnak egy helikopterből. Vagy egy atombombát dobnak mindannyiunkra.
Így is kilóghat valami amúgy vajon? Persze, az minden, hogy kilóg valami, de nem már! Nem már! Így is vajon? Így szerintem nem. Így amúgy szerintem nem. Így tuti nem, ez így fullas kéne legyen. Az, hogy most meg vissza kéne másztam ide. Elég veszélyes volt az előző odamászásom is, úgyhogy jó lesz. Így, ú, ez így nagyon jó. Ez így nagyon én vagyok, Chad, atya ég. Ilyen jó spotom még sose volt. Egyből kéne lőni? Hát, biztos. Persze, hogy egyből. Jó, hát... Használni mindent, amíg lehet volna, nem ketten jönnek. Hát több, mint valószínű, hogy nem ketten jönnek ilyen. Ezek mindent be fognak vetni, hogy visszaüssenek minket. Mi is vessünk be mindent. Kérlek szépen, nagyon sokszor tapasztalom ott időben, bármilyen lövöldözés volt. Élt négy ember, egy valaki megkérdezte rádió, hogy ére még valaki, ezt nem mondott senki semmit. Basszátok meg, kommunikáljunk egymással. Lényeg a lényeg, mindent infózzunk. Még azt is, amit fölösnek gondoltok. Az, hogy nagyon-nagyon be fogok szorulni ide amúgy. Nagyon be fogok szorulni ide egyébként, hogyha jönnek. Hát! Nagyon necces a helyem amúgy, baszki. Az ki a csőbe ott, ami ilyen nyerácsos... Én vagyok, jó kis hely, mi? Mondom, mi a kis idő, azt hiszem is a telekészel először. Hát igen, amúgy jó hely, csak az attól félek, hogy ha... Innen velem szemből jönnek, akkor észrevesz egy, ez ki... Opa! Látok egy autót, várjál! Valamit Fele. Láttam. Az úton szerintem. De nem vagyok benne biztos, mit láttam. De valamit láttam. Én mindent elmondok a nagy kaliberről. A Sam Crew átveszi a paltot, tehát mi nem Sam Crew vagyunk. És ha leülök, és felállok, akkor nagyon jó, de jó! Zseni ez a hely amúgy. Bár annyira sok helyre nem tudok rálőni, de amúgy nem rossz. Egyelőtt kijebbi az jobb, de... Tudsz onnan kirülni amúgy, mert... Ja, tudom. Akkor jó. Attól félek, hogy nehezen fog tudni kijönni. Bár jobb helyet itt nem tudok. Lehet tetőre lengélni felmenni amúgy. Jön egy izé autó. Munkás szerintem nem látom pontosan. Munkás simulás. Lőjek elé, hogy menjen el? Persze. Én nem ellenőrzök tiketet. Hát amúgy lőni tudok igazából, egész nagyon sok felé tudok lőni igazából. Szóval még olyan szempontból se rossz. Kilőni meg nagyon nehezen tudok. Igazából annyit kéne, hogy a végjátékig túlélem. Aztán ott egyébként, ja. Ott nagyot tudok aratni még. Lát bárki bármi mozgást? Negatív. Most gondolkozok, várj csak a pozit még gyorsan, de attól félek, hogy izé, akkor jönnek meg, amikor elkezdek kiugrálni innen. Hát nem tudom, olyan pozit, hogy innen lőni nem fog, nem csak ott fogok tudni, de viszont infózni, igen. Ez az nem tudom mennyire jó.
Az elején fixebb lövök, mert itt érted itt. Hagy vennének itt észre. Ki hol van amúgy? Hát én nagyon sokan vagyunk. Nektek baloldali hídon utáni bokorba. Mi fent a sineknél? Torony alatti tető. Üdvözlet, Doni uram! Tiszteltem, jó napot! Hallom itt az információt, nagyon keresnek engem. Én nem keresem magát, uram. Nem, nem, jó rendben van. Na, hogy itt elméletben itt a bíróval sikerült beszélgetni, meg társalogni, aztán elméletben szeretnének velem cseverészni. Igen, velem? Vagy... Nem, maguk velem! Ja, nem szeretnék magával. Akarok, meg én is akarok magával. Ja, nem, csak közöltem önkormányzat felé, hogy jól elbasszák, mert onnantól, hogy adtak egy államot, az nem úgy működik, az éttépik a papíromat. Nem, Dori, megmondom, hogy mi legyen. Jöjjön be a rendőrségre és beszéljünk face to face, csak mi ketten. Majd bemegyek, de most éppen fát vágok. Jó, hát igen. Akkor favágás után jöjjön be. Érkezem majd. Megbeszéljük, mert magának is kell valami tőlem, meg nekem is kell valami van magától. Van még egy munkás. Jó, legyen így. És akkor mindkettőnknek jó legyen, jó? Akkor várom, hello. Viszal. Itt egy autó áll a úton. Na bassza meg. Amúgy így legalább nem hallok meg először, ez így van. Miért nem gézek ennyien? Meg kretének. Ennyit tudok mondani el sajnos. Csáll egy autó amúgy. Semmi mozgás. Baszki, nagyon kíváncsiak a helyemre, hogy most mi lesz a boly. Annyira kíváncsiak arra, hogy most mi lesz. Hogy le fognak lőni egyből. Vagy hogy... viszont egy hosszú fájtat bírok itt ki. Tényleg törekedjünk arra, fiúk, még egyszer mondom. Hogy hosszan elnyúljon ez az egész dolog. Szóval úgy pozícionáljátok magatokat, hogyha bejönnek ide, áttörik mondjuk egy tankkal az izé a bejárati ajtónkat itt a furgonokkal, akkor is de tudjanak egyből kilőni. Tehát úgy pozícionáljuk el magunkat, hogy csak 12-en vagyok, akkor valószínűleg 25-en, és mindenkinek legalább kettőt kell ölnie. De amúgy fixen az lesz, hogy egy tankkal át fogják törni az egyik oldalt, vagy lehet hát igen, kettővel is. Ezért, tehát mondom, főleg amúgy azt kéne figyelni, hogy arra a hegyről, ami itt van mindenki mögött, oda ne menjenek fel sokan, mert onnan meg tudna baszni mindenkit. Kalács, te a kéményem vagy? Aha. Akkor te majd nézd azt a hegyet majd ott nagyon. Te vagy az info emberünk, jó? Mert onnan lőni szar neked, meg könnyen kiszerek nincs fedezéked, de mindent látsz. Na, itt az utolsó koordinás sineknél a feldolgozó üzem fel a bokorba ülök itt a sim mellett. Küldött a serif egy képet. Bazeg, ők is szereztek orosz nagy pusákat, verte meg. Vannak vagy millióan. Szabon nézhetünk felőle, ha nem tudnak viselkedni az emberek. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Mert a szabali asszonyátok? Biztos abbannolni őket? Hát akkor nyomjuk azt. Hú, bassza meg. Egy szerencsék lesz. Ezek az idióták ilyen világító homokos ruhában vannak, a sötét van.
Mi szedtünk meg talán egy kicsit jobban belovar itt az izébe, terráriumba, vagy terebbe. Viszont egy dologra nagyon figyeltek, kutya valószínűleg lesz. Ajajaj, azt a köcsöket. De jó, 50 ezer találok fel annak, aki lelövi a kutyát. 50 ezer annak, aki lelövi a kutyát. Oké. Okay. 10 ezer, aki Robloxot. 20 ezer, aki a Walkert. Ha itt van Mac Royale, azért is 10 ezer jár. Akkor leudok a toronyról. Miért? Hogy ne lőjem le. Ja, hát föntről is adod végül is. Na bassza meg. Telegram, kutyára majd most nem tud, nem tud létrázni. Ah, jó, még a vagyunk hátul valami. Egy kő mögött. Egy van, aki, van olyan, aki a földön van? Van. Igen, én. Látok valaki egy kő mögött, aki egy helyben áll. És nagyon feltűnő. És most integetsz. Szia. Nagyon feltűnő, hogy ott amúgy. Me? Hát neked. A hegyről is feltűnő leszel akkor. Felőlem? És engem látsz, ott vagyok mellett. Szevasz, menjusz, cső-cső! Nem nagyon. Helyes. Na szevasz, tavasz! Mi van? Na mondom a stájszot! Yeah. Szóval, én megpróbálnám diplomatikus úton módon leintézni ezt, hogy ne legyen vérontás. Elmondom a lehetőségeiteket. Összepakoljátok a cuccaitokat, elmentek a szigetre, azt a sheriffkedtek, Paletto, Sandy, meg Grapeseed, mától a miénk. Vagy, ha gondoljátok, átadjátok nekünk az egész sheriffséget, és még a szigetre se kell kimenetek sheriffségkedeskedni, elég lesz az, hogyha csak nyugdíjba vonultak. Melyiket szeretnéd? Na akkor elmondom a harmadik opciót. Köszi Moka a követést. Nem. Megpróbáltam diplomatikus úton elérni azt, hogy adják át Sandyt. Felajánlottam, hogy menjenek a szigetre sheriffeskedni, de nem mentek bele sajnos, úgyhogy akkor úgy tűnik lövöldözünk. Úgyhogy innentől meglátok egy sheriff autót, ne kíméljétek. Arra figyeltek, hogy mindenkinek tele van a fegyver, az 250 golyó van benne körülbelül, meg 5 tárunk van, az még 150, 400 golyót be kell osztani mindenkinek. Autó. Hol? Sinek felel autót hallok. Milyen autó? Nem tudom, nem látom, csak Kalács, hallottam, Kalács, hogy néz a hegyre, néz. Lent van egy nagy tank. Kalács, ah, nem néz jó. A hegyre, tudod, hogy fent van a hegyen. Nem látom a hegyen. Balra is vannak. Szász makacsi, ücső? Az nem jó. Akkor nyugi egyelőre, türelem. Hagy kerítsenek körbe, ne adjátok ki a pozitokat. Sőt, hogy aki tud, még váltson és hát, hogyha meglátták. Palató fej stream pályán is jönnek, kettő. Ah, látom, igen, jobbra, igen. Jobbra, a sinem megy egy. Jobbra, jobbra megy egy a... Sineken vannak. Jobbra megy egy a izénél is, a erdőbe. Shaft, nem tudom, ki volt ebben a kőnél, ott van már kettő sheriff autónk. Eljöttem. Én itt vagyok még, bazd meg közvetlen. Hát igen, és ott van már ez a kettő. Lövök rájuk, ha ide jönnek. Pontos lövéseket adjunk le. Ujjajaj, mi történik? Sineken sokan. Futnak rá, aki ott van lent a... Bal oldalt is jönnek, bal oldalt. Minden, mindenhol, mindenhol. És látszottak lövői. Kettes burítóra is vannak. Várj ki a sort, várj ki, kiszáll az összes az autóból. Betörték a burítót. Jó, látom, Jugi. Vannak alattunk, most fognak kiszállni. Dombó, mi fekszünk? Nem, nem, ők fekszenek. Nagyon sokan a dombom. Szerintem. Na, nincs pere, ülöm. A tanka odébb lökték a burítókat. Most akarnak betörni. Akkor óvatosan már golyó álló. Próbáltam kilőni az üvegét, nem jött át. Hegyen le, azok elbégett, hogy három sífesz. Hátulsineken 3-4. Másik burítónál is van egy. Aki ott falnál van hátulsinekkel, ott most fölötte van egy ponton, pontosan. Már átment jobbra. Jobb oldalt már jönnek ki az alagútnál, már futnak befele az alagútnál. Jönnek hátba. Arra az oldalra pont nem tudok kilőni, amúgy az a legrosszabb. Erre ki tudok simán, opa, ott van valaki. Nagyon sokan vannak a... Teltek a tankból bal oldal. Az alagútnál.
A tank alatti... Én erre az, ebbe az irányban nagyon jól le tudnék lőni. Árokba is futnak. Ó, ez honnan csattant ez a golyó? A tank mögött van 2 vagy 3 minimum. 2-3 minimum a tank mögött. 4-en vannak tank mögött, tank alatti árokba 2, fönt mögöttük pedig még 2. Jó, jó. Az a baj, én nem tudok innen mozdulni, mert mindig elűnnek, hogyha én felállnék, vagy... Mindenki rádúznak. Jól van még? Igen. Bosszúba is vannak hátul a sineknő. Joe, Csoki. Meg vagyok. Most felfut az egyik, úristen, nagyon sokan vannak az erdőlakók! Az erdőlakók! Most hatolnak be egy első hullámuk. Egyeset hátul. Egyeset a tangnát. Rájöttek a spotomra. Nem lehet kilőni innen amúgy. Bajba vagyok. Tűeset. Kamion ez gond, ez gond. Nagy a gond, chat. Innen nehezen jövök le, az a baj. Chat még egy a tangnál. 3 eset. Eset még egy hátul. A tang mögött a hegyen is van még kb. 1 vagy 2 vagy 3. Kutya fut a hegyen. Kutyát! 50 ezer a kutyára! Az a baj, engem itt nagyon tartanak. Mindegy, beültem ide egyelőre, de itt durrantak a fejem mellett a golyók, szóval eléggé félek, bassza meg, eléggé félek. Ez fenn a hegyen esett a bokorba. Az meg mit, nem tudok nem semmit csinálni fent a tornyon, mert felállnék, akkor egyből azért lőnék. Izének, kettős borító áll sincs, amiben azért pont arra nincs egy sem, amikre rálátnék. De van még egy a tang mögött. A tang mögött, meg van egy erdőbe is. Vagy ahogy kikukucskálok innen, egyből jön egy csattan a golyó a fejem mellett. Erdőben van még egy kettő. Fizettem már 3-4-et kb. Futnak fel a sinek fele a tanktól, de tanknál még maradtak. Még egy esett a tangnál. Az nagyon jó, az így már lehet kidugja a 4. Így lehet ki tudok jönni. Tangnál van még egy, láttam Hallod? Ki az, aki látott engem? Tud valaki fedezni, hogy kijöjjek ebből a lyukból? Szilvrádon a fenn hegyen. Az a bejön, hogy fenn szétdurálnak a tornyon, hogyha felállok. Visszaültek a tankba, elindulnak valószínűleg. Hát, kijöttem a lyukból! Fenn a hegyen. Itt van Roblox, itt van Roblox. Hol? Kapd el a nyakát, törd el! Farakásnál. Fönn a hegyen, Silverádónál. A híd alatti áramnál már felkik. Fenn a hegyen, open-en áll, nagyon az ember. Valaki fellenne sisak van, az nem jó. Be kéne engednetek őket kicsit. Egyik nem viszel a fegyver. Elmegy a tank. Nem megy el, csak odáll. Fenn a hegyen még mindig fut az ember, el kell lőni. Akkor ne soroz, nem üti el. Ájjajjajj! Lett az ároknál már. Ábeszeg, eltartok! Megint lábon lett lőve egy. Lehet egy gyors kérdésem? Igen? Meg tudjuk azt csinálni, hogy hirtelen minden kétszer kinéz, és lehet, hogy jöjjön a minden a tolygó, mert... Nem na, téged tartok, nagyon az a baj. Hát neked csak... De, találtak már el? Hát egyszer-kétszer igen. Sinek mögötti helyen, Silverado. Sinek. Odaig nem viszel a fegyver. Igen, de odaig nem viszel a fegyver, nem tudjuk lelőni. Már még meghalt volna. Húzom, próbálom talán, vagy tudom, próbálom húzni. El kell gondolkoznom, hogy ez egy sheriff, akit lövök. Meghalt? Meghalt egy, igen. Sheriffet hát, lőttem, ja. Fölötte látod? Nyugi. A hegyre a panna lőnök el engem. Tank fölött vannak. A legrosszabb izét. Tankot elvitték. Az nem az a baj. Azért megbeszéltek, hogy mindenki ilyen sisak lesz, mert rosszabb legyen. Néztük rá. Hol? Oda, ahol volt a Doni alapból. Aki a favágó telepalatonak, azt látják. Körbe kerítik. Mit? Aki a favágó telepalaton. Mögé megy egy ember. Most meg lehet a sokban porna, hogy mi ez. Ma felmászott egy balra, kit van alatt, mi az egy torony alatt balra. Lévi, neked mögötted. Lábon lőttem, aki felmász. Farakásnál van hátul egy. Mondanom, hogy lelőném, csak hát 4 ember tart engem. Bazd meg! Már egy sniphoz csak. Ki van a bokorban? Lent itt vannak. Ahol előbb volt, ahol viszki jönnöm, és aki előnd, azt hiszem, hát aki... Viszi el a noskapot. Jeetsz! Jó, ki lábon lett lőve, az felállt, és most elbújt. Fasz ki van!
Olyan jó lett volna, nem tudnak szépen a földön. Alatt, favágó telep alatt bejött egyetlen egy. A bokorban mi ülünk kint? Persze, hogy mehet a nóklit. Kint a hídnál, igen. Jó. Te lőttél ezért, aki most itt áll a tankot. Aha. Az most visszajött? Nem, ott van még. Kb. 6 ember körében minket oldalról, ahol van a sír és alatt egy alagút. Ahol vagyok én? Ki volt, aki lelőtt engem? Kíváncsi vagyok. Ahogy. Leugrott eléd, ugye, atya? 448-as. Igen, igen. Ezt elkapom. Ki volt ilyen ügyes? Meg kéne csinált, hogy fölfusson és lezán le tudom lőni. Kíváncsi vagyok. Ugye a tank Lucas Alexander McKenzie. Oda néz. Jönnek fel. Ahogy nézem, itt még van. Jó pár sheriff azért, egy 4-5 se, 6-7 sheriff. Bújj el. Oldalra beugrott. Fönn a tetőn. Most még egy kicsit só. Itek? Tetőn, piros tetőn. Fönn, fölöttünk. Fölöttünk, igen. Hogy jöttek fel? Meghalt, aki betolta oldalt. Mindig a tetőn van. Na, majd nagyon szoros. A bodanész, hát hátba tudod lőni. Jó nap, jó, hát akkor. Nem vette észre, ez van. Tetős van. Azt a mindenét, show Tristin. Show Tristin konkrétan. Sok deszka, ott van kb. Ilyen 5-6-7. A sínek alatt. Meghalt, az meghalt nagyon. Hát a sínek alatt van kb. Nagyon sok, kb. 6-7. Ott a Walker, ha jól látom, megy be a magához épületbe, jól látom. Hányan élünk? Egy. Hát kicsit sajnálom, hogy kicsit sajnálom, hogy úgy hattam meg, hogy a földön szétdaráltak, de... Az 5 vagy 6. Dobozok mögött vannak. Tank alatt vagyok. Jó, kiné... Atya, van nád valaki? Valami sheriff? Azt előttem. Jó, ki szép. A tankot vezette. Jó. Bögéjük megpróbálok kinézni fel. Ja, én is. Amúgy kurva sokan vagyunk, hát az előbb alig beszéltek a rádión az emberek. Igaz. Még rengetegen vagyunk pedig. Hopp, itt még egy sheriff. Csak sebesült szerintem, nem halt meg. Nagy Kali reveal. Mondom, majd elmondok mindent az eset után. Ennyit mondok chat, elmondok mindent majd. Tetőn, nagy tetőn, van még valaki? Tőlünk. Jó. Ez előbb is bejött ott egy, azt figyeljük. Amúgy kurva sokan élünk még, hát... Nem is tudom, ki halt tőlünk, hát én igen. Nem is látok. Magában az épületben is vannak már szerintem, arra is ügyeljünk. Még be is lehet menni amúgy. Nagyon sokan vagyunk még. Mi is. Most nem láttam őket amúgy. Én sem, senkit. Közelebb jöttek már, mondtam. Tönök a kropoknál. Ők nagyon türelmesen kivárják amúgy. Figyeled. Jobbra a forrakásoknál még vannak. Nagyon sokan vannak még. Hop, egy 1v1 situation! 1v1 situation! Oh my god! Újra kell tölteni a fallenesnek, de megoldja! Feljött a tőre. Nézd, hát sajnos. Biztos se vedd. Nagyon sok. Lelőtte a sheriff. Engem lőkebbi 6 ember egyszerre. Hát őt majd le kéne szednünk, mert nagyon nem jó. De ő figyelj. Egy kicsit tárazok. Hát... Nagyon tartanak engem. De honnan? Minden onnan. Kaj? Itt még ezt meg tudjuk fogni amúgy, ha úgy van. Hárban tartják ugyanazt a tetőt igazából. Jézusom, szegény Kalács mit kap. Asztrohat! Kalács, hát ez szuhuhu! Lettél, Dave, nagyon. Fekszik. Azaz, gyerünk! Hogy kb. Felállt, és ilyen 60 oldalról lőtök szét. Ő halott. Nem veszi észre, mit csinálsz? Ez ki? Ja, még valaki? Vak. Vak volt konkrétan. Abol lőtt és lő.
Vannak a tetőn, ahol én voltam. Ez a szkalács! Ó, én nem írom sokáig. Jelenik valaki? Megfel a létrán! Fel a nagy torony. Hát letartom. Ketten élünk. Nyilvánban, ha jól nézem. Akkor lelőtte valaki. Megy fel, lelőttem. Davy is itt meghalt, aha. Davy is halott. Nem tudok csak egyszer, ez meg semmi nem csinálni. Akkor egyedül van kalács gyakorlatilag. Egyedül van kalács. Ha jól látom, ilyen 6-6 ember ellen, vagy 6-7 ember ellen. Jel még valaki? Új, jönnek fel. Hogy van? Bassza meg uram, maga sorozat, Diego. Hát most az uram, úgyhogy visszatsz. Hát Kalács csak itt két opció, vagy feladja magát, vagy lerambózik, de... Hát igen. Trabi túlélt egy lövöldözést. Nem kap 3 óra bőrét, de hogy kap? Tehát mennyi sheriff maradt? 6? 6 körülbe? 6, nem? Jól számoltam nagyjából. Az úgy... Reális lehet? Még egy kutya is van. Ó. Oh. Kalács kitartó. Nem adja fel. Nem adja fel. És vége. Így van. Így a Fallen elvogta a falágó telepet. De a tanya, illetve szendélyék mindig a mi kezünkben van. Na jól van, én is itt LTP-zek a kórházba, és törlöm az inventory-m, úgyhogy no clip. Slayer inventory. És nyomunk egy set money min nullát is, és elvileg meg is vagyunk. Teljesen üres inventory, remek, remek. Élveztétek chat? Én kurrára éltem. Főleg azért egyébként most akkor beszélni kicsit a nagy kaliberekről. Nem lesz vissza az a szerver egyelőre a nagy kaliber. Ez csak az event, csak ez az event miatt lejárt egyébként, most ez egy nagy kaliberes lövöldözés egyébként. Nyilvánvalóan meg akartuk mutatni, hogy a nagy kaliber nem csak arra való, hogy nem tudom, random az utca szélén előhozda sebetbe, azt letord a járókelőket, meg az ártatlanokat, hanem az ilyen nagy darákhoz kurva jók egyébként. De viszont, amit levetjünk már a subchatet, egyre amúgy se érdekel, csak az MG-k zavartak. Remélem mindenki tetszett, de egyre még nem kerül vissza a nagy kaliber. Tiszteled? Tisztelem.
Nagyon fura voltam, hogy ez a nagy kaliber. Ha merre sétálni? Publikban nem elvigyelek titeget? Hát, Easy! Köszi szépen az 1200 fős osztat! Jesus Christ! Sziasztok Easy nézők! Cső cső! Legalább öltem egy embert, és legalább nem elsőnek haltam meg. Az most leköpött? Miért nem nyert el a bazon? Az leköpött? Gyertek már! Kapd el! Köcsög! Te puszi! Mit köpdösel? Jösszem a fadék! Ott vagy a... Még nem a kórház előtt kéne, de... Jó van, elég lesz, elég lesz! Mit ferekedtek? Mi a fa? Jól, bocs! Állj le! Nyugodjatok már meg! Jó volt, Easy. Ennek örülök. Ja, úgyhogy leszünk még. Ugye, amit mondtam nektek is, hát ez egy ilyen kibaszott hosszú LP-szának lesz itt a sorozata gyakorlatilag. Ugye most megpróbáltuk itt elfoglalni a palettót, de sajnos nem sikerült, úgyhogy meglátjuk a tanyám mi lesz. Kíváncsi vagyok. Kurva, hogy ott mentünk persze, hogy ügyes voltál kalács nagyon. Ezt hittem nem lett volna, hogy ha 30-an leszünk, akkor egy ilyen világháború feelingje lett volna az egész neked, az... Nekem nem jött volna. Nekem jobb ez a 15V. És voltunk izé... nem tudom, 11-en voltunk most? Ők nem tudom mennyien voltak, de... Hát most érted, egy rendőrség mindig többen lesznek, szóval... Mi megtettük, amit meg tudtunk tenni. Ez van? Kurva jó volt, annyi volt a lényeg. Meg hát gondoljatok bele. Mégis csak nagy kaliberrel lövöldöztünk, az nagyon komoly volt. Mit hozzak? Az a baj, még a új raktam a fájlomat és a modellek nem töltöttek be. Aha. Elmegyünk akkor járműjön. Pad be! Várj, még nem, nem, bazd meg, ez egy szar, mégse pad be. De. Úgyhogy ja. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. 17, 18-an voltak, hát hidd el, az a hétfő azért sokat számít. De ja, így is kurva jó volt, hát 5-en maradtak, vagy mennyien, szóval szerintem jól helyt álltunk. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Menjünk ezzel. Dobasz meg, bocsánat. Jaj, bocsánat! Úrra, meg is érdemli, hogy csinálnak itt. Van még felelésünk valahol itt? Volt még egy csokink, nem? Ki? Csoki itt volt. Hopp. Hadd be! Vezethetek? Csokolom. Persze, kúra jó volt szerintem is. Jön is telefonom, hogy nyomogat itt az F1-et. Misoda? Mentjél szuvarunk. Jól néz ki. Kurva jó, ja. Gigi, szűkösen vagy tagad hátul, nem? Mindegy. Én szerettem, hogy csak ezzel van hozzám, Kalács. Nincs. Na jó. Ugorjatok is szépen a hátulról. Hello. Hello. Kiugrották? Ó, nem, a picsába. Pedig már reménykedtem. Jó, hogy emlékeztek valamire? Semmire. Na, fazák! Ti amúgy tudatmódosító szereket fogyasztatok? Nem. Aha. Undorító. Aztán mondtam, hogy Kalács buzi lett. Na, bazzi, ez nem egy álom. Ja. Kavicssel együtt. Ez... Baj. Én azt álmodtam, hogy csak elhúztam a fejemre, és most... Az baj, ez valóság volt, mert itt egy teljes kacsbenbe. Mhm. Ezt így el is dobom, hanem majd itt... Te gondolod, akkor húzhatok egy zsákat a fejedre. Á, nem.
Meg is mentünk semminek, mit ázol? Csak előre, hogy ezt eltoltad rajtól? Aha. Mindig együtt szoktunk ázni, ha valaki elmegy mellettünk. Benzinkút, figyelj! Hú, ez majdnem közel volt. Majdnem neki pattantunk. Na jó, vicces lett volna. Hoppa, szatyor. Mégis. Hoppot elmint. Kis békázani. Meg kell állítanom egy telefont, egy nem sokára, mint egy IRL telefon, nem is gondolnátok mi. Aztán... Úgyhogy utána... Szerettél beszélgetni emberekkel? Mint a... Vagy tényleg, mint a magyar lenne a rendszám. Kidurrant a kerék. Ez ilyen post az autó, nem rossz volt. Mi volt ez a hang? Hallottátok? Ez mi volt? Kidurrant egy kerék, vagy mi? Inkább beszállok. Ja, hogy ők bejátszották soundbaron. A Travinek túlélt végre egy lövöldözést. Autó a hákón? Már van neki parkolónk, úgyhogy most már szabad. Hello, jó napot! Hello. Én nem tudom. Szerintem dobd ki a kukába. Nem megtartom, jól is a film. Hú, én leszek fehérbe. Jó napot. Előbb nem hallottam meg. Bevadul a film. Miért megy ilyen lassan? Valami sisak kell nekünk ez így. GG, köszi a közvetítés, jó ét. Úristen, jó ét, hello. Lehetok, mindjárt megállítok egy telefont. Nem érdekel nekem most a tokpit, hát pad leszarom. Vagyok én e-sportoló? Nem. Neked van fizetésed, akinek van fizetése, az nem sikkaszthat. Halló! Halló, sziasztok. Halló? Kinek van fizetése, az nem sikkaszthat. Hát én nem kaptam meg a fizetésemet, uram, már vagy... Persze a fasz, mert kiragadsz! Na jó, ennyit sikkaszthatsz. Mennyit vettél ki? 3000. Jó, az belefér. Ja, akkor bazd meg, az igen, pitni a veled, egy toxik köcsög. De elvileg amúgy kézzétek, csak holnaptól, de nem tudom, hogy pontosan holnaptól-e, de azt tudom, hogy a jövő héten, amiben már holnap is beletartozik, beindul a hatalmas új dolog, amit már nagyon-nagyon vártam hónapok óta. Hát ami, még nem mondom el, hogy mi lesz, de ha minden jól megy, akkor tényleg szerintem lehet már holnap is, de csak a hét második felén, megtudjátok, és kibaszott jó lesz, úgyhogy nagyon várom, nagyon-nagyon-nagyon várom. Persze a Durex Panzer megjön végre, a Shurikoddal vehetek majd gumikat. Így van. Így van. Vagy a fejem rajta lesz. Az még jobb, nem? Egyre jobb ötleteim vannak egyébként, nem? Én is úgy vagyok vele. De várjátok, megállítok egy telefont. Aztán pedig... Mindjárt visszajövök. Addig lenémítom a streamet, hallgatok kis zenét.
Na de! Itt vagyok, hello, jó napot kívánok, szép napot kívánok mindenkinek, tiszteltem, 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 hogy üldözik egymást, persze a kényes a futásba. Gyors telefon volt, persze megoldottam egy perc alatt. 47 másodperc alatt. Hát azért most 20 percig nem kezdek el telefonálni. Milyen SMS-ben már? Valaki intézzel az oktopuszoknak, a oktopupákoknak, az egész a gyémántot, meg az aranyt, mert agyvérzést kapok. Megyek. Kapok egy kis pénzt, ha intézem? Oda tárgyalni akartunk menni. Hát... ott valami volt arról is. Kéne, de tárgyalni akartunk menni. Úr, nincs, nagyon nincs kedvem hozzájuk az a baj. Kurván is kedvem hozzájuk. Nekem sincs. Úgyhogy szimplán nem írok vissza nekik. Volt szó arról is, hogy 100 árat kapnak, nem azokat. Nem törjük el a nyakukat? Hát ma nem. Mert hogy... eléggé Kájnak a szemébe hazudtak. Igen, de mit azt mondtak? Azt mondták, hogy csóróság van, hogy arra nincsen pénzük, hogy holnapra megéljenek. Aztán ugye nemrég pakoltak le 3 milliót igazából a kaszinóban. Uh-huh. Ja, és az az, amit vissza akarunk szerezni mi? Ja, uh-huh. És azért megyünk tárgyalni. A, vagyis már mennék. Elvileg tegnap előtt egyfolytában hívogatták Davidt. Aha, már a mobisokkal is mennénk, már a mobis jönne. Nem, hát akkor holnap menjünk, én nem tudom, én már nagyon ki vagyok fáradva most így. Megbeszéltük. Aztán... aztán majd akkor holnap megyünk. Be is rádiózom többieknek. Holnap menjünk oktopupákokhoz tárgyalni, meg meglopni őket. Vagy nem tudom. Legyen majd mindenki, aztán ja, én aztán lerépek, mert eléggé kifáradtam itt, nem tudom, elég stresszes kómám lehetett, bassza meg. Ez holnap lesz? Van. Aha, holnap, ja. Holnapra is jusson valami. Fizuját mindenki megkapta a pénteken? Cső már fél éve itt. Nem. Falkalom. Gyere csoki, odaadom. Jó csoki. Én már itt vagyok. De mi lett a taxitársasággal, amiben befektettünk? Ez él még? Hát a fene tudja. Az gond. Atya, öccse, meg a Mike Miller, nem? Vagy... valami ilyesmi. Kosaras mondjuk. Mi van az öcsémmel? A lényegtelen. El kell menjünk tatuhoz. Thank you. Kösz. Hát itt baj van ezek az én. Melyik az én motorom, ha mindegy elviszek egyen. Tiszteltem Tatu úr! Üdvözletem Doni uram! Hogy vagyunk? Igen, találkozhatunk akkor? Igen, csak most jönnek hozzám még ketten is. Egy fél óra múlva alkalmas önnek? Az a baj, szerintem nem leszek olyan sokat már városba. Ja jó, akkor jöjjön most, elintézem magát elsőnek. Persze, sietek. Köszönöm. Viszal. Viszont chat, ha ingyenesen akartok támogatni, felkérte G2-vel. A lehető legjobb link a világon, plusz olyan, mint a szabolnátok, és csak egy kattintás kell megtennetek. Gyakorlatilag beírjátok, rányomtok, kiikszelitek, bum, kész. Bam. Sőt, ha vesztek játékot, még a streamen is kírja a neveteket. Jó, én is mindjárt lépve, még beszélj Tatuval. Eladta magát? Nem. Nem adtam el magam. Viszont óvatosan ebből élek. Tatuval, mert elvileg razziát kelt hozzánk. De fasz se tudja, majd meglátjuk. Hát nem elvileg biztos. Egy razziás papírt kért az önkormányzat. Kösz mindenkinek, aki rányom a GKT-es, hogy tényleg amúgy nagyok vagytok, csak nagyok vagytok, srácok. Majd meg is kapott. Nagyon sokat segít. Nyilván ne azt higgyétek, hogy minden egyes klikkért én 10 milliókat kapok. Annyi a lényeg egyébként, hogy egy klikk az előre viszi a szponzorációt, és hogyha haladtál a szponzoráció, nyilván az nekem jó, mert fent tudom tartani minél jobban magamat és a streamelést. Azon kívül nektek pedig jó, mert akkor van egy ilyen büdzsénk a G2-tel, valamiből mindig a nyereményjátékok mennek, és ez minél többen nyomtok rá, annál nagyobbra tud nőni. És gyakorlatilag akár még oda is eljuthatunk, hogy minden hónapban kétszer van valami nagyobb giveaway. Úgyhogy az meg az elég komoly lenne. Lesz még valami? Most beszélgetünk Tatuval. Aztán ez egy extra rövid stream ma tőlem, szerintem, nem tudom amúgy. Az a baj, más játékhoz nincs kedvem, a lövöldözés fasza volt, de kicsit lefárasztott. Plusz a tegnap esti iszogatás azért nagyon sokáig elhúzott, ilyen reggel 7-ig, és hát az rendesen kimerített. Geriz mod? Amúgy...
Az egy jó ötlet, de viszont nekem most nincs leszedve, meg nagyon rég játszottam is vele, de majd egyszer beadhatjuk szerintem. Mondjuk akár arra holnap is beadhatjuk szerintem. Hát igen, Gerbi, nálam se volt túl jó. Én a motoros komám! Üdvözlet! Nagyon! Adjon Isten! Te ezt tényleg honnan szalajtották, ezt melyik Barbie házból eztet itt? Ez tényleg elég csúnya. Tudj, ez valami... Holnap leszek rá ez a beszéd. Cségó, á, nem inném, nem tudom. Szia! Üdvözlet! Ma szerintem rövidebbek vagyunk, cseh. Rövidebbek vagyunk. Nem, most idő. Rövidebb stream lesz. Gyere, Doni, mert ő csibész telefonál. Csász, csibész. Szia. Hallod, Doni? Most nem. Ha? Milyen ügyben? Raktárba maradt fegyvereket pakoljunk el későbbre? Tegyétek ki a földre egyelőre. De az az, úgyhogy. Légy szívigyázzatok, csibész az előtérbe. Mindjárt beszélek vele is. Oké. Menjünk fel a tetőre, szokásos. Elmentem, na mi lett? Mi lett? Mióta elment, de képzeld, kibandoltak a szerver, és ez már nem NF. Persze. Na hát ez a mai napom. Voltam én is kapitányságosság vezető, azért nem jó. Történt. Hát én nem vagyok az, de így, hogy nincs kapitányság vezető egy pár napig, így most ilyen áll kapitányság vezető. Mi van azzal a finnel? Lejöttem rádióról, csend. Van, csak limitáltam. Költözés, meg ilyenek. Ó, mindent értek. Úgyhogy nincs probléma, csak most ugye Imre ilyenkor most nincs két napig, úgyhogy most én viszem a dolgokat. Plusz még nyakamba nincs az a nyomozási osztályvezetőse, úgyhogy azokat is én viszem. Meg még a DA-t is, meg az önkormányzatot is. Na, mondom, hogy, úgyhogy picit rövidített verziót fog Doni uram kapni. Aha. Két dolog. Tudja, hogy én vagyok a legnagyobb faszopó a rendőrségen, igaz? Hát teljesen, ez fix. Fix. Nagyszerű. Tudja, hogy milyen botrány megy most csibészékkel? Nem annyira. Lényeg az, hogy indultak a választásokon, elméletben csibészék fel akartak bérelni egy-két embert, hogy tegyenek úgy, mintha az ellenzék jelölt megerőszakolta volna őket. Erről kaptunk vallomásokat, bizonyítékokat, etc. etc. SH-ig feljelentették őt, és mennek tovább a dolgok. Mondom, hogy mi a probléma. Nekem kiadták Imreék, hogy az első számú prioritás az jelenleg csibész. Tehát, hogy jelenleg úgy működök a PD-n, mint egy vadászkutya, Imre rámutat valakire, és addig nem nyugszom, ameddig nincs rá. Szia rége! Úgyhogy nem maga az első számú prioritás jelenleg, mert ugye van ez az államos dolog, ami hát mondjuk úgy, hogy nem kis sport kavart a jelenlegi politikai rendszerben. Viszont csibész nagyobb szart csinált, mint maga. Uh-huh. Na most... Ebből következőleg, ugye, hát elmentem csibészhez, meg most ő jött hozzám kivételesen, nem kellett vadászni. Ugye, hogy akkor elkezdjem a nyomozást, meg ilyeneket, meg hogy esetleg enyhítő körülmény, stb. És csibész kihozta, hogy nem ő vallotta be a dolgokat, hanem ő átadott információt két másik szervezetről, ezáltal kiváltva magát úgymond a gyanú alól, hogy segíti a rendőrséget, mint a régi szép időkben. Ezzel az én óriási nagy problémám az, hogy nekem nem az a másik két szervezet kell, amiből az egyik a Fallen MC, hanem csibész maga. Uh-huh. Csibész vallomásért rólunk. Igen. Na. És akkor vagyok olyan, hogy én uram, láthatom. Hát azt nyilván nem fogom odaadni. Hát az a bőröm így érti, így most lehet így blöffölget. Fegyverkereskedelem, fegyvergyártás, plusz ugye volt két robbantás, amit elméletben maguk ajánlották fel csibésznek, hogy megcsinálják 30 ezer dollárért. Uram, maga egyenénk izér zsoldosan, 30 ezeri meg se hozítom a kis ujjam. Egy csibész ezt vallotta. Mondjuk, ami ez fáj, akkor jó nagy idióta. Ami az állam miatt még plusz terhelő bizonyíték a felszámolására. Mert nem razzia lesz maguk ellen, hanem majd megyek és felszámolom az egészet a gecibe. Na most, mondom, hogy mi az én ajánlatom. Ha maguk kiadják nekem csibészt, kapnak két hét haladékot. Uh-huh. És két hét múlva lesz csak razzia, és addig békén hagyom magukat. Hát mit kell csinálni csibész ellen? Hát van valamilyen terhelő bizonyíték, amit le tud adni nekem? Hát az a baj, nem sok. Nem igazán beszélgetek vele, hogy őszinte legyek. Hát pedig elméletben maguk puszi barátok, gyilkosságokat csinálnak neki, meg hát... ilyenek, meg ő is tüntetel embereket. Hát én nem tudok ilyenekről, egy dologban segítettem neki, amikor felvette az új atyáját, a Hubertus atyára, azt elvittük előtt, felöltöztetni kórházba, ilyenek.
Gyakorlatilag ennyi. Ennyi gyakorlatilag, igen. Hát igen, még néha beszélgettünk, de semmi robbantások. Azt sem tudtam, hogy voltak robbantások. Mi vagyunk érte felelősek. Felrobbantották SH-nak a helikopterét is, meg autókat robbangattak, amik szintén az ellenzékieké voltak. Tudom maga szerint, ilyen politikista vagyok én? Én azt sem tudom, miről szól az. Pot leszarom. Hát 30 000 dollár, uram, hát az a kitöröltem. Hát azt én értem, de hogyha erre van vallomásunk, akkor az még mindig csak terhelő bizonyíték az államuk ellen. Plusz a fegyverkereskedelmet is. Bizonyítékok vannak elne, vagy csak ez a vallomás? Hát Csibésznek a szava. Kivéve a fegyverkereskedelmet, mert azt eddig is tudtuk. Ez csak ilyen, hogy 100% legyen a dolog, és legyen megtámadható, mert ugye független forrásból jött még megerősítő vallomás. Elgondolkozok rá, mit tudok kihozni belőle. Jó, rendben van. Mondom, tehát, hogy nem tudom, hogy hogy működik az ember, szóval én is adok cserébe azt, hogy békén hagyom magukat. Jó, elgondolkozok rajta, aztán értesítem az urat, annak lesz a döntésem. Jó, rendben van, én meg megnézem. Dr. Csokló, köszi veled, és 6. adere, köszi szépen. Nem tudom, hogy megköszönöm, de köszönöm hogy... szépen. Még több infót ad át. Lehet. És megvannak, Doni uramék? Persze. Hol vagyok? Baszki, nem látom magát, az a baj. Hol vagyok? Ja, jó. Most már látom, igen. Óvatosan. Csokiék, hogy vannak? Jól, jól, megvan mindenki, persze. De meg... A csípője még mindig szép? Mindig. Jól van akkor. Sose lesz rossz. Hello. Minden jót? Tisztelt. Most már nincs rajta fel. Jó, további szép nap. Jaj, viszont. Remélem Csibész még itt van. Nem mondott, hogy elment. Hát pedig benne van. Melyik szám kell nekem? Viszont. 6-4-es kell. 6-4-6-4. Hol a 6-4-es szám? Mikor volt? Hanyadikán volt ez, amikor a börtönbe szabadítottunk embereket? Úristen, most Hubertusnak a számára fogok rájönni, de az ami 6-4 valami ilyesmi volt, nem? Ezt ilyen nem ugrik be, esküszöm. Ez az, nem? 6-2-103, majd megpróbáljuk. Na, bassz meg. Na, új híreim vannak, fiúk! Igen? Elvileg ugye elcsibésztette ellenünk egy vallomás, egy fegyvergyártunk, kereskedünk bele, valamint 30 000 dollárért felrobbantottunk ellenzéki autókat és a helikoptert. Hát az a segünket sem tudom kitörni 30 000-rel, és emiatt azt mondta nekem Tatu, de nem mutatta meg a vallomást, nem hiszem el neki egyébként egyelőre, azt mondta nekem Tatu, hogy fel fogok mindent számolni, ami velünk kapcsolatos, hogy nem adok Csibészre valami vallomást. De szerintem csak blöffölget a köcsök amúgy. Nem, igazat mond, mert hát Doki is szerzett egy ilyen információt, és ugyanazt tudjuk, hogy ilyen vallomást adott, és megbeszéltem is Csibésszel, hogy kb. Egy ilyen fél óra múlva találkozunk vele. Én meg tudom, hogy kirobbantotta fel a heliket meg a kocsikat, mert ő adta ki a parancsot ez egyik srácnak. Én ott voltam, amikor robbant az izé, hát... És én ugyanért leadott a Neverliftről is egyébként, csak más vádakkal. Ja, telefonálnak. Mit fenyegetted? Ezt nem értem viszont. Tiszteltem, jó napot! Láttam egy hívott, milyen ügyben? Fú, nem tudom, nagyon pár napja volt, ezt nem emlékszek annyira. Szerintem Csibész paraszkodott erre a telefonszárra, ami ilyesmi volt, nem? Voltak Csibészéknél? Paraszkodni? Hát igen, elvileg nagyon alpári módon ott valami sorozatgyilkosnak nevezett minket, meg ilyenek, nem? Hát az a társam volt, de egy... Mondja meg a társának, hogy ő lesz a következő listán, viszal! Úristen, most melyik... miért nem mentek el telefonszámokat? Chat! Nagyon rossz. Elmegyünk a templomhoz, Max. Pont erre van amúgy, nem? Merre van a templom? Balra?
Ja, ó. Úristen, mi ez a sisak? Bocsánat. Nem gézzetek már csöndbe, ketté fejöllek! Elveszett tárgyak közébe letették. Hiszed? Mit keresnek? Az úr a telefonját. Maga miért van maszkba egy templomba, tiszteletlen köcsög? Amúgy igen. Úr, mutyám, én meg szemüvegben vagyok. Telefont keresnek? Elvileg valami telefont. Beszette a pad alá, vagy nem tudom. Az igen. Sok sikert akkor. Nincsen itt ilyen atyák? Nem láttak? Nem. Hát Csibi atya jelenleg a kapitányságon van. Hubertus atyáról nem tudok. Nem tudom hol van. És ennyi nagyjából. Az remek. Eléggé igen. Köszönöm. Viszlát. Cső vagy kicső, cső? Hát, meg arra az így gond. Azért nem tudom, hogy jó számot hívok, de valamelyik nekem ez nagyon ez a 62 rémlik, Getsz. Nagyon ez a 62 rémlik. Valakinek megvan Hubertus atya telefonszáma? Nem igazán. Nekem lehet igen, de az olyan nem vagyok benne biztos. Menjek el a... egy házhoz. Már voltam ott sajna. Voltam ott, csak ilyen izék vannak, úri emberek, akik telefonokat keresik. Na max végig hívunk mindenkit, akinek nincs elmentve a száma, nem? Az biztos, hogy többször is telefonáltam vele, azt ki tudjuk logikázni. És több mint kettő napja volt. Szóval... nem, több mint... Várjál, több mint négy napja volt, nem? Mikor szabadítottunk a börtönből? Na várjál, hát... És egyszer fel is vette, szóval kell, hogy legyen egy zöld is. 5-5-2-28, ez lehetséges? Szerintem ez több mint három napja volt, az a baj. Melyik nap lehetett Getsz? De hat napja meg nem volt. Most akkor mi van? Hát jó, még ezt megpróbáljuk, Max. Tisztelet! Halló, szia Dani, mi a helyzet? Passza meg, te nem az, hogy kire gondoltam. Nem, na, vertem. Neked mióta van új számod? Új számom? Persze, a Brian az nem így van elmentő a telefonomba. Tess jó, én nem tudom, régolt az a számomra. Akkor nem tudom, akkor semmi. Csá! Jó legyél, csumi! Na bazzek, hát ez nem stimmelt. Hát de hogy nem ez a 6-2? Hát csak az lehet, nem? Logikus válasz. Fejük Csibészt, hogy mi a száma. A hívott szám jelenleg nem kapcsolat. Az gond. A hívott szám jelenleg nem kapcsolat. Csibész nincs itt. De az új zseni. 53? Nem, az se jó, ez se jó. Csütörtök, szóval három napja volt. De vagy esküszöm, nem fogyatékos vagyok, talán ez. Nem baj, visszaveszik addig a felelős sisakunkat. Hanyas vagy? 80 valahanyas a felelős sisak, azt hiszem. Meg is vagyunk. Boom. Very nice. Nincs elég pénzem! Mondd, hogy itt van a ATM. Kérlek!
Ne! Tiszteltem, az úr meg tud leszállni 30 dollárral? 30 -a? Persze, el is utalom magának, csak készpénzök én is. Nem akarok artén még elfutni. Utaltam, hogy 500-as tudom. Köszönöm. Szépen köszönöm. Megoldva. Többet teszem az izé derek motorját, mint ahogy saját van. Hát mindegy. Akkor nem jövünk rá. Dosát! Jaj. MG? Te vagy már egy MG? Ki MG-zik? Látok egy pillantást. Várjatok. Opa, ezt kell nekem megnézni. Hülye vagyok? Nem vagyok hülye. Nem kérdeztem meg a számlaszámat? Ó, bazzak, tényleg nem kérdeztem meg a számlaszámat. A kurva élet, és tényleg nem amúgy. Mindegy. Beleférnek ilyen apró hibák remélhetőleg. Te a Snowy csőcső? Ah! El van kapva, uram. Nem áll most komolyan. Azt nem. Ja, csak vicceltem. Maga egy idős Dani még mindig. Dehogy is, maga egy idős James. Fixen James maga. Fixen. Persze, hogy ez vagyok. Mert egy idős. Minden rendben. De rendben. Remek, nagyon remek. Nem tudja... Csibész, nem volt ott a rendőrségen? Dehogy nem. Ott van? Most nem tudom, hogy még ott van, de ott volt. Köszönöm. Inas. Inas. Nem egy csibész. Hát jó. Nem baj, akarom egy folytköv. Meg nem próbálok még egyszer ezt. Olyan ez rém lett, de ha nem, akkor nem. Jó napot! Szia Doni, szia, mi újság? Van Hubertus atya? Hát nem. Hú, apaszágát, végigivogat az összes számot, de nem mentettem el, hogy kiderítse melyik maga. Én na, vagyok. Kéne találkozzunk, van egy jó dílem magának. Jó. Rendben, most itt vagyok a gymbe. Fölöltözök meg minden, és akkor találkozunk, mert nem akarom, hogy lehet, hogy annyira durva a hír, hogy itt szőnyegre szarnék, vagy valami, úgyhogy ezt nem akarom. Érdekes a közelítés, igen. Úgyhogy inkább akkor találkozunk valahol. Mondjuk a templomnál, vagy az... itt vagyok a gymbe, az is jó. Elmegy a gymbe. Jó, rendben. Itt vagyok hátul, az irodában beszélgetek egy hölgyel. Szólj, ha itt vagy, és akkor én meg szólok, ha végeztem vele, jó? Jó. Érkezem. Hello. Hát ugye. Szegény szőnyeg. Olyan gyors ez a motor, még mindig zseniális. Ez hogy sikerül amúgy az embereknek? Nem tudja bevenni a kanyart, ezért belecsapódik egy fába, és közben felakad a kocsia, vagy hogy... Hogy? Hogy? Vagy kifagyott? Az benne van. Hogy az Istenben nézett ki ez a szett? Van, aki itt dolgozik amúgy vajon? Van, aki itt dolgozik amúgy innen? Uraim? Tudom, igen. Irodába értem Hubertus, hogy egyre gép egy hölgyet. Hát nem tudom, mit csinál vele, de azt mondta, ha végzett vele, akkor jön. El tudnak vinni oda? Jaj. Köszönöm. Ó, oh, nagyon jó. Jöjjön. Maga is jön, uram. Akkor elvileg bement a főnökének az irodájába, és anyatejjel szétlocsolta a számítógépet,
Merre? Minden, igen, igen. Ott vannak. Vagy... Nem ott vannak? De ott vannak. Nem? Ja, itt erre? Aha. Csak úgy fröcsköd belőle. Jézus, mi történik itt? Jaj. Szervusz, Dani. Neked hogy van ide bejárásod? Hát én mindenhova bejutok. Te, ez jó kérdés, ki engedett be? Mindegyik dolgozó. Ja. Megkérdeztem, bejelentek, azt mondták, megkérdezik, a másik azt mondta, igen, aztán beengedett. Ja, jó, van, hát az... Maga nem az a hölgy, akire azt mondta Big Mac, hogy egy... Azt mondta, hogy egy tenyészkanc vagyok. Igen, igen, arra gondoltam, igen. Igen, igen, én vagyok, én vagyok. Ez mindig megmarad a fejemben. Doni, ugye olyan a frizurája, mint egy felmosó? Mint egy tenyészkancájé? Mint egy felmosó. Azért a szavakban magatosan. Amúgy tényleg olyan. Hát na. Jó, hát legalább egyedi, nem? Még az enyém is, enyém meg egy ilyen izé, focipálya. Jó, hát a másik meg egy biri, akkor jó helyen vagyunk, rendben. Tudja, ki mondta mindig ezt? Volt egy plébános ismerősöm, még a másik városba. Na, nem megyünk ki bészen. Hát én bumeráng pénisze volt. Tehát úgy kell kezdeni, ugye U alak kb. Tehát így fölfele jött, így visszakanyarodott. Szerintem és nincs itt amúgy városban. K intézi azt. Ugyanaz volt a válasza, mint önnek, hogy legalább egyedi. Hát valóban egyedi volt, de az nem feltétlen jelenti azt, hogy jó vagy szexi. Csak mondom. Ne jöjj picit rádióban. Nem. Azért szebb, mint az a bumeráng pénisz. Na igen, Doni? Hát ez jó. Ja, és így mondjam? Igen. De hölgy előtt? Hát most mondjad. Hát. Ja, hát nem biztos olyan dolog, ami még feltétlenül tudnia kéne, hogy de. Akkor később még... Elfoglaljuk az irodáját, persze. A hölgy lóg egy kis speeddel. Belefér. Na. Speed. Itt lehet venni olyat? Nem igazán. Hát hogyne. Amúgy hölgyem, ön itt valami nagy főnök, vagy csak ilyen takarító, vagy milyen itt? Hát tulajdonos, igen. Jó, hogy akkor tulajdonos. Előbb azt hittem csak poénkodott. Ó. Oh. Aha. Ja, hát akkor magával jó-jóba lenne. Pedig azt hittem kézen elmossa fel a padlót. Képzeld, Doni, a Raúl a fia. Ekkor egy köcsögök. Raúl. A Raúl a fia. Örökbe fogadtam azért, hogy kapjam rá a az. Fogyatékossági támogatást. Igen. A Doni, a fáradt hangod van amúgy. Hát egy kicsikét. Na jó, megyek, akkor takarulok az irodámból, végig. Jó, még beszélgetünk, ugye? Jó. Na, itt lenne egy dolog. Menjen már el a faszomba? Hát elvileg, Csibész, a te főnököd, ugye? Igen. Vallomást tett ellenünk. Hogy mekkora köcsögök vagyunk. Mi? Igen, hogy mi fegyvereket árulunk, és kapaszkodj meg, 30 ezer dollárért felrobbantottuk az ellenzék, azaz a másik kampányolóknak a motorjait, autójait, valamint a helikoptert. Hát milyen helikoptert? Azért? Hát SH helikopterét elvég. Azt mondta a Csibész a rendőrségnek, papírra leírta, hogy ezt mind mi csináltuk. Aha. Valamiért. 30 ezer dollár elvileg, ami nem sok. Aha. Plusz olyanok a tétben, hogy mi fegyverre kereskedünk, mint gyártunk, hát nem is értem. Undorító, de hogy? Nekem elmondhatod most így a fülembe, hát így van, fiam. De soha nem tennék ilyen, most is nem fegyver. Persze. Na, és akkor miért jöttél ide? Most én nem tehetek semmiről, vagy nem tudok hát semmiről. Nem, ki kéne deríteni, kéne Csibésztől kéne egy vallomás, hogy erről a másat, hogy bebizonyosodj, mert attól tartok, hogy a köcsög rendőr az blöfföl, hogy hát gyakorlatilag azt kéri cserébe, hogy Csibészről, meg az egyházról írják egy vallomást, érted? Aha. Hát csak én most itt két tűz közé szorulok, fiam. Tehát itt most vagy az van, hogy akkor te kerülsz itt nagy csevába, vagy pedig a Csibész. Tehát itt most itt nem akarok hát választani. Hát most én is két tűz között vagyok, hát, az a baj. Mindketten nagy, tudod, nagy, a szívem csücskében vagytok mind a ketten. Ezt akkor mi legyen? Nekem ugye elég annyira megtudod, hogy van-e vallomás. Hát figyelj, jó, én beszélek a Csibészszel, előbb már hívott, csak nem tudtam fölvenni, mert Miss Felmosóval voltam. Aztán most fölhívom itt, és akkor megtudom, jó? Jó. Lehet, hogy találkozok vele. Hát figyelj, nem is biztos, hogy ez telefon. 62-103, de miért mentett? Ja, mert nem mentetted el eddig, csak megvolt valahonnan. Hát nem valahonnan, mert meg beszélgetünk telefonon. Csak nem tudtam, hogy melyik az a sok közül, aztán azért végighívod az összes számot, hogy ez olyan telehetsz-e. Jó, tehát 62-103. Petrus Adza, azaz. Meg is van, jó. Jó, hogyha megvan, szólja ezt, most adok egy kis fagyi pénzt. Jó, rendben, megbeszéltük. Jó, mert ez fontos nekünk, mert Csibész ilyeneket ad ki, akkor nem megbízható. Jó, minden jót, hello. Hello. Visszaküldöm a felmosót. Itt vagy Csibész. Hello. Hello. Ki engedne? Jó napot, köszönöm.
Ja, visszamehet fel most, hogy persze. Káj! Káj! Mit akarsz izé intézni a Csibusszal? Ja, elkápo... Mi a... Elkábítom, azt levágom a fejét. De várj, most meggyőztem azt az atyát, az újat, a plébánost, hogy derítse ki nekem, hogy valóban írt a Csibésziért, és hogyha igen, akkor meg kérjen róla egy vallomást, pontosan akarom látni, és hogyha ez valóban így van, akkor átállunk Dökhöz az izénél, kampányoknál, aztán Csibész ellen írunk egy vallomást. Csak az a baj, nem akarok Csibész ellen írni vallomást, mert nem vagyok akkor a köcsög geci. Tehát akkor ő az akkor... Á, nem... Még el kell gondolkozzák. Írom én szívesen. Mondjuk ezt a tatút, ezt fix elkapom még valamikor. Annak át... Amúgykor leszuradtam a rifokkal, de megint felkelt a kómából a köcsög. Kicsoda? Tatú. Amúgykor fizettem 100 000-et a rifoknak, hogy ne vágják a torkát azon az izé kampányon. Ezt... Hát hason szúrták, de kómába is agadt. Hát még mi se tudjuk mit mondtad, fel leszünk számolva? Ja, fel leszünk számolva, persze. Fel leszünk számolva, tényleg? Azt mondta a tatuja. Nem tudom, mit gondol magára a kis köcsög, amúgy. Persze. Razziára ejtett valami szót? Hát azt mondta, hogy most akarnak jönni razziázni, de hogyha írok Csibészre, hogy valamit, akkor 2 hét múlva jönnek csak. Jó, még meg se éri. Vagy nem érnék Csibészre, akkor sem. Razziázzuk mi a PD-t, mit szólsz? Jó. Plusz egy. Amúgy, ezt még támogatom is. Van is rá egy ötletem. Igen? Igen, igen. Áááá! Meg vagyok! Mi volt? Vladimir fegyvereivel? Csőlili? Dracula fegyvereivel. Vladimir izétől van. Trüsszuskovkol. Ő hozta azokat a nagy izé gépágyúkat. Remélem eljutok egy stabig. Nem, van egy kicsit összetettebb. Igen? Igen, igen, igen. Hát jó, én benne vagyok. De várj, most egy kérdés. Az, hogy mi lerazziázzuk a PD-t, az hogy előzi meg azt, hogy ne kapjunk razziát? Hát elviszünk mindent, amivel razziáznának. Ja, ilyen az autókat? Az biciklivel tudnak csak jönni? Pontosan. Végis nem rossz ötlet. Nincs olyan autójuk. Van valami pénzszállítójuk, azt hiszem, de hát gyökkettővel megy hátrafele. Hát tankjuk, az valóban nincs. Igazából arra elmutatni, ki az úr a háznál. Na persze. Még én alapban nem értem, mit avatkoznak bele az állagú betegösségeket. Maradjanak benne a városba. Basztassák azt, aki a városba lakik, még el vagyunk a serifekkel. Ámen. Ennyi. Ennyi, ennyi. Ámen. Lili, köszi a tirés, 15. óramat, köszi szépen. Oh my god. Oh my god, köszönöm szépen a 15 hónapi támogatást. Mehetnek is a Hypersnek, számok mutassátok meg, mit tudtak. Köszi Lili, használegés, jó szóra, a falkása bótod. Megvan az államunk, így van Koda, így van. Csávis és Jaxi. Bár nem tetszik az a név, akkor szólj, mert nem azért hívlak így, mert basztadni akarlak. Hát igen, igen, én béreltem fel amúgy a rifókat, hogy szúrják le tatut. Valaki szerelje meg az összes motort, meg autót, légy szajd a garázsba. Előbb intézni. Most volt kint szerelő, de... Na, bazzák, akkor ez így maradt. Hívja megint. Jó, én tényleg lelépek már, aztán holnap akkor szétcsapjuk a oktopubákokat, meg elintézzük ezt a csibészes szállat is, meg lehet, akkor holnap berazziázzuk a rendőrségességet. Majd ezt még el kell döntenünk. A mai nap folyamán egyébként. Mi van a Mundóval? Alig látom. Mundó? Mundó. Az egy... Kikérőt kérte elvileg a hétvégére. Hát és előtte? Előtte nem tudom. Hétvégét ezt tudom, hogy jelezte. Jó, jó, meglátjuk akkor. Hétfőtől mi lesz. Na jó van, akkor én lefekszek ide a kanapéra. Szia.
Jó pihenést. Halló, halló. Csau. Úristen. Ki vagyok fáradó, mint az állat. Nem lesz a face-to-face chat, nem, szerintem annyi volt. Igazából. Jézus, milyen világos vagyok, ember. Ja, tudom miért. Ahogy már jobb. Oda néz. Na jól van, kösz szépen mindenkinek, aki itt volt a chat. Ne felejtsétek, hogyha szeretnétek ingyenesen támogatni, felkértél. K2A. Az a legjobb komandom, hogy tényleg konkrétan beírjátok, rányomtok, kikszeretek, pam, és mindenki boldog lesz. Főleg én. Ja, úgyhogy köszi szépen mindenkinek minden mai nap, köszi szépen a subgifteket, síreket, donációkat, illetve minden év követést, és szabot, azt hiszem, azt pont nem mondtam. Úgyhogy ja, aki szeretne értesülni továbbra lévő streamer inokról, akkor jöjjön fel Discordra, vagy kövessen be itt Twitchen, és akkor mindig kap értesítést, legfőképp Discordon. Ezen kívül pedig holnap találkozunk 18:00, akkor valamint hamarosan kikerül a júliusi menetrend Discordra is, ahol szombat és vasárnap reggelenként is lesz stream, és lehet, hogy csak vasárnap reggelenként, de meglegyük a szombatot is még. Úgyhogy átriadok titeket Rubenhez, hogy legyen jó kis sodások és RPG-zik, úgy NFN tolja ezerrel, meg hát tegnap remek közös kalandjaink voltak, hogy a kutyám lefosta a szőnyegét, úgyhogy méz nevében is bocsánat, mert is nem kell semmit írni, csak hogy sziasztok, elég ennyi beírni, legyetek normálisak, korrektek, és ne legyetek kretének. Na jó van, kösz mindenkinek minden chat, puszi a pacitokra, jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!